beleegyezik a további vizsgálatokban szükséges. Sorra érkeztek a lakosok péntek délután a fehérgyarmati művelődési házba. Ezúttal azonban nem valamilyen kulturális eseménynek, hanem az országos koronavírus szűrésnek adott otthont az intézmény. A Hunkauer nevet viselő program 4 hazai orvosi egyetem közreműködésével zajlott az elmúlt hetekben. A vizsgálat közel 18 ezer állampolgárra terjedt ki, akiket a KSH véletlenszerűen választott ki úgy, hogy a minta reprezentatív legyen. A Debreceni Egyetemhez Hajdú-Bihar mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye tartozott. 110 településen állomásoztak a szakemberek, mindenhol 2-2 alkalommal, miközben a megyei jogú városokban folyamatos volt a szűrés. A 4 megyéből összesen mintegy 3900 állampolgárt választottak be, csak Szabolcsból több, mint 1000 főt. A legnagyobb aktivitás is itt volt, a behívottak közel 60%-a vett részt a vizsgálaton. A térséget érintő további számokat a szűrést vezető orvos ismertette híradónkkal. A 110 településen, ahol jelen voltunk a 4 megyében, több mint 25 ezer kilométert utaztunk és tettünk meg azért, hogy gyűjtsük be a vérmintákat. Ez Szabolcs-Szatmár-Beregre több mint 6 ezer kilométer jelentett, 2 héten keresztül 5 munkatárs látogatta folyamatosan a településeket, megérkeztve kipakoltunk ilyen ruházatba, óva azokat, akiket szűrünk, és óva magunkat is természetesen, akiket a szűréseket végzik, ezt tettük és ezt végeztük el. Mint az orvos hangsúlyozta, egy általános egészségügyi képet ad minden résztvevőről a vizsgálat, amelynek elvégzése nem csak önmaguk, hanem családtagjaik egészsége szempontjából is hasznos és fontos lehet. Valakinél találtak olyan rizikófaktort is a szűrés során, ami később akár az illető életét is veszélyeztethette volna. Ezt a férfit telefonon keresték meg, számára nem volt kérdés, hogy részt vesz a tesztelésen. Előbb kérdévet kellett kitölteni, válaszolni kellett rá, és aztán vérvétel, vagy aztán az orv nyárka, meg a garatból nyárka, mint a vétel volt. Mit ígértek, hogy mikor lesz szeretnék? Kedszerdán, már a házad orvosnál érdeklődhetek. Két helyről veszünk munkát, orrából, illetve a torkából. Maszkot le kéne húzni. A szűrés egyrészt kimutatja az aktuális koronavírus fertőzöttséget, ez az orr- és garatmintából történő PCR vizsgálat, másrészt az átfertőzöttséget a vérmintából, vagyis hogy a páciens átesette már a betegségen. Ezt egészíti ki a 20 paraméterből álló rizikófaktor felmérés. Végleges eredmény május végére várható. A félidős adatokból az látszik minden esetre, hogy jóval kevesebben kapták el a betegséget, mint arra sokan számítottak. A több, mint 8000 mintában mindössze 2 pozitív esetet találtak. A koronavírus.gov.hu-n olvasható hétfői adatok szerint közben 3535 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, és újabb 11 idős krónikus beteg halt meg a betegségben. Ezzel 462-re emelkedett az elhunytak száma, 1400-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Szeptemberben újabb fázis keretében folytatják a szűrést, ide azokat hívják be, akiknél pozitív mintát találtak, illetve új lakosokat is bevonnak majd a vizsgálatba. Ez segít csökkenteni a pánikhelyzetet is, amely a koronavírus megjelenésekor még jellemző volt, többek között Fehérgyarmat térségére is, egy ilyen helyzetet azonban nem egyszerű jól kezelni. Nagy közös munka volt a országgyűlési képviselő, vagy munka most is, mert még az ennek beszéljünk róla a múlt időben, országgyűlési képviselő, polgármesterek, járási hivatal, vezetők, rendőrkapitányok, akár a rendőrség megyei vezetője, szociális intézmények vezetői, a kórházak vezetője, a kórház főigazgatója, és a megyei kormány megbízott között nagyon sok operatív javaslatot is tettünk, és nagyon sok olyan javaslaton is dolgozunk, ami esetlegesen könnyebbé teheti az önkormányzatok életét. A politikus hozzátette, jól vizsgázott a választókerülete, a mögöttünk álló hetek ugyanakkor azt is megmutatták, ki az a vezető, aki könnyen pánikba esik, és ki az, aki kézben tudja tartani a helyzetet és a természetes emberi reakciók kezelését.